egy kis dombra lecsücsülünk. Sétálunk, sétálunk, egy kis dombra lecsücsülünk. Kőketánc, kőketánc, kikereki. Kapolcson a Kaláka versudvarban többedik éve minden reggel mondókákkal és dallal ébresztjük a völgynek a kisgyermekes családjait. És ezek a mondókák, gondolok itt höcögtetőkre, zsupoltatókra, hintáztatókra, ezek nagyon kedvesek és ismerősek is legtöbbje a családok számára is, de van rengeteg, amit esetleg nálunk ismernek meg. Tehát nem csak itt vagyunk Kapolcson minden évben, hanem országszerte több mint 100 művelődési házban, hétköznap is meglátogathatnak minket a családok, és ehhez ugye tartozik egy kerekítő könyvcsalád, ahol nem csak a népi mondókákat gyűjtöttük össze, hanem van benne egy kis Manó, a kerekítő Manó, aki a foglalkozásokon is szerepel, ugye itt is ma előkerült a Bőröndből, és kerekítő Manó az a figura, aki a mondókás kötetekben is egy kis főszereplő. Ő most már az óvodásoknak szóló mesekönyvünkben is szerepel, és ehhez egy ilyen mesés zeneelőadásunk is kapcsolódik. Nagyon szeretik a szülők itt reggelente a mondókázást, tehát nagyon jó reggeli ébresztőnek is, de tulajdonképpen ezek a mondókák, öbeli játékok a mindenféle élethelyzetben adja magát, hogy ezekkel a legkisebbekkel, tehát a 0-3 éves korosztályig, sokszor még az óvodásokkal is mindig jó, hogyha egy kicsit elterelhetjük a figyelmüket, vagy pedig az önfelett játékos percekért ugye mondókázunk velük. És nem csak itt reggelente a Kaláka versudvarban várjuk a szülőket egy önfelett játékra, hanem megtalálnak minket hétköznap is. A honlapunkon, mondok a hangtárban rengeteg mondókát feltöltöttünk, tehát onnan is lehet tanulni, és kereshetitek a könyvekben is ezeket a régről örökölt kis játékokat. Mennyi mindent hozott ide a kulai szél még ilyen.